Nincs könnyű dolga egyetlen szülőnek sem, hogyha le akarja kötni gyermeke fölös energiáit. Kötve hiszem, hogy ez így sikerülni fog, apa. Megvagy! Ahhoz, hogy olyan megoldást találjunk, ami nem csak ideig, óráig működik, nem feltétlenül kell a világhálóba löknünk a srácokat. Ez így van. Indulhatunk az edzésre, apa? Na menjünk, szerva ott. Kezdted a bringázást, arról mesélsz nekünk egy kicsit? Hát otthon biciklisztem a kertbe, aztán az utcában is. Nagyon gyorsan megszerettem? Igen. És versenyekre mentek? Igen. Mennyit versenyzel? Sokat. Egy nyáron van, 12. Kőbányai Torna Klubnak a bringa szakosztálya. Mi 2 éve vagyunk tagjai. Kerestem tudatosan egy mountain bike-os egyesületet. Megmutattuk neki ezt a lehetőséget, és ez szerencsére bejött. Igyekszünk néhány év a kerékpározást meghonosítani, és elég nagy sikerrel, mert az iskolák nyomon bevőtve. Nagy öröm az, amikor gyerekektől azt hallom, hogy elkapja őket a bringa füstje, meg a közösség is, általában ringás közösségben a gyerekek összeszoknak, és nagyon szeretik is egymást, akkor már működik. Élmény, csapat, buli, nem szabad erőltetni. Nagyon sokszor látok a versenypálya mellett apukákat, akik torkuk szakadtából ordítanak, és kicsit olyan érzése van az embernek, hogy a saját elmaradt céljaikat próbálják a gyerekükön bevasalni. Ez nem jó. Nekem azt tetszett meg az egészben, hogy ezek a gyerekek már 8-9-10 évesen is nagyon komoly sportemberként viselkednek. Már pontosan készülnek előre, taktikákat gondolnak végig. Amikor oda mennek, akkor férfias ellenfélként megküzdenek, és igenis a végén kezet fognak. Úgyhogy nagyon jó élet van így a berkeken belül, és gyakorlatilag életformává válik a gyerekeknek. És nem csak a bicikli, bármi szabadtéri sportot szívesen javaslok. Onnan érzem, már a gyerekek átfognak menni a triatlonból, akkor a futás, a biciklire, a foci, tehát igazából bármi szabadban történik, mozdulnak ki, és jöjjenek ki a szobából. Ez egy olyan közeg, ami egész életen keresztül fenntartható és megtartandó barátságokat is köthet akár. Jól érzik magukat, hasznos dolggal töltik az idejüket. A gyerekekben alapból benne van egy olyan kompetitív versenyszellem, amit valahol meg kell mutatniuk. A kérdés már csak az, hogy milyen szintre tudunk biztosítani az ő számukra. Ha túl nehéz egy verseny nekik, akkor elmehet a kedvük tőle, mert úgy érzik, hogy ezt a szintet sose tudják megütni. Ha meg túl könnyű, akkor az sem ül. Tehát meg kell találnunk azt az ideális méretű pályát, azt az ideális közeget, illetve versenyzős társakat, akikkel a legjobb meccseket tudják játszani, és ez biztos, hogy a lehető legjobban tudja az ő személyiségüket is fejleszteni. Nekünk van otthon videójátékunk a gyerekeknek, de porosodik. Most nem kell azt mondanom neki, hogy ne játssz el, hanem gyere biciklizni, hanem szívesen jön edzeni, várja az edzést, meg a versenyeket is a hétvégén. Lehet, hogyha nem hoznám, akkor otthon lenne, de így van ebbe egy ilyen terelgetés. A családok részére mindenképp valahol egy lemondás az, hogy versenyre kell vinni a gyereket. Nyilván szülők összeállnak, és akkor egyszer egyik visz 3 gyereket, másszor a másik. De azok a gyerekek, akik kin vannak mondjuk a hétvége egyik napján egy versenyen, egyrészt jót mozognak, egy jó élménnyel gazdagodnak, addig sem a 4 fal között penészednek, és látják a nagyobb versenyzők példáit, akik egyrészt sportolóként, másrészt életmód tekintetében nagyon jó példát mutatnak nekik. Hogyha a gyerekeknek a fizikai energiái le vannak kötve a sportfoglalkozásokon, az edzéseken, akkor én biztos vagyok benne, hogy a tanulásokkal jobban működik, és nekünk a sportpályán szükségünk van arra, hogy a gyerekek tudjanak koncentrálni. És ez pedig akkor működik, hogy a tanulásban is jeleskednek. Koncentrálniuk kell arra, amikor mérkőzés közben egy-egy fontos pontot meg szeretnének nyerni. És hogyha akkor nem tud figyelni, mint ahogy az iskolában sem tud, akkor ez bizony ugye vereséghez juttathatja a gyerkőcöt. Nem kell mindenkiből versenyzőt nevelni. Szeressék meg a kerékpározást, ne csak edzésen, hanem edzések másnapján is menjenek el együtt, bandázzanak az erdőbe, biciklizzenek. Az már egy teljesen jó dolog, hogyha azt elérjük, hogy megszeretik a kerékpározást. Persze szeretné mindenki bringás lenne, de annak is örülök, ha csak sportolnak a gyerekek.
Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.